Szevasztok, srácok! Aki tegnap olvasta a bejegyzésemet, tudja, hogy nem üres kézzel tértem haza Németországból, hanem egy modellel. És most láthatjátok is, nagyon-nagyon régi vágyam volt, és Laci barátomnak köszönhetem, hogy ez a mozdony most így meg lett nekem. Ez nem más, mint az EFISANTER 1000-es a modellje. Magyarországon sajnos ilyen modellt egyelőre nem lehet kapni, ezért is nem szereztem be eddig, mert én külföldről nem mertem megrendelni. Azért valljuk be, egy borsos ára van, 90 ezer forintba kerül, hogy hátváltjuk. Ez egy analóg modell, és igazság szerint nekem a CD kargós festéssel tetszett mindig is, de olyan Münchenben nem volt a modellboltban. Volt egy ilyen mercitáliás festés, illetve egy másik magánvasúttársaságnak a színeiben e, megjelentett modell is, de akkor már ez, mert ez is tetszett. Nekem nagy kedvencem az ezüst szín, meg a kék is, szóval <laughs> igazából adi van ezüst színnel ez is. Fémből vannak rajta a korlátok, ki van dolgozva a vezetőállás, hogyha bekukkantatok ott az ablakon, teljesen meg van csinálva a műszerfa, ott a klíma, ott vannak rajta a kis feliratok, főleg ezek a kis figyelmeztető jelek azok, amik nagyon tetszenek. Áttört szellőzőrács, kidolgozott ventilátor, kipufogó is nagyon szépen meg van csinálva, Feliratok is ott vannak sorban rajta, forgóvázak is gyönyörű szépek, lépcső is ki van festve ott sárga szénőre. És nekem a kedvencem ebben a mozdonyban az a fényszóló kilakításra egy nagyon-nagyon szép, modern megjelenést ad ennek a mozdony típusnak. Amit az eredetiről tudni kell, az az, hogy a CZ Loco nevű cég hát nem gyártja ezeket, mert gyakorlatilag ezek ilyen régebbi csehszlovák gyártmányú tolató mozdonyok, és gyakorlatilag remotorizálja őket, úgy, mint annak idején ugye a Mávisa dácsijákat, tehát újabb külsőt kapnak, új Caterpillar motort, új vezérlést, és a többi. Magyarországon is van ilyen mozdulat egyébként a Borsotkem nevű cégnél, vagy ott belső használatra vásárolták, én úgy tudom. Tehát, hogyha valakinek szerencsé van, akkor még össze is futhat azzal a mozdonnyal. Egyébként ugye Olaszországban és Csehországban is használják ezeket a gépeket. Nagyon jól néz ki, tényleg. Egy régi álmom volt, így néz ki. Igazából én sokat nem fűznék hozzá, majd a futását is kipróbálom. Ugye a Rivarossi gyártmányú, ez egy olasz cég. Nekem ilyen gyártmányú modellem sohasem volt, de le a kalappal előttük, tehát ez, ez tényleg pöpec kis masina nagyon precízen meg van csinálva. Úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, hogy ha valaki nem akar a netről rendelni külföldről, akkor menjen el Münchenbe, Haubbanhofnál ott van ez a bazi nagy modellbolt, és hát ott több fajtát is lehet kapni. Több olyan modell is van, amit egyébként itt Magyarországon sajnos nem lehet beszerezni. No, akkor futáspróba a szőnyegvasúton. Úgy nézzétek egyébként, hogy ezen a pályán, ezen körülbelül fél évente egyszer megy valami. Tehát tele van porral, meg minden szóval. A világítás, előre ott van neki a három fehér, hátul pedig a két vörös, nem piros hanem vörös. Hát nagyon sokan mondják, még némelyik modellból is úgy írja, hogy piros. Hát vasútnál nincsen piros, csak vörös. Kicsit megakad itt ott, de nem a mozdony hibájából, hanem a, a pályának a hibája igazándiból. Ahhoz képest egyébként elég hangos a járgány. Nem tudom, mennyire hallatszik a videóban. De hát nálam úgyis vitrénben lesz, szóval ennyi. De egyébként jó fut szerintem.